olimpián, amit olimpiám, amire részt vettem, tehát mondjuk ennek ez a varázsa. A londonia viszont az, hogy ilyen hosszú idő után meg tudtam ismételni, én nem tudnék választani. És hogyan lehetett ezt a 12 évet, ami Berlin és London között volt, kibírni úgy, hogy utána Londonban nyerni tudja? Hát mindenki kibírta, aki életben maradt, pont én ne. Hát persze egész más gondjaink voltak, mint a vívás hosszú-hosszú ideig, még a háború után is. Tényleg a nulláról indultunk jó szerivel, de ez adott nekünk olyan küzdőszellemet és olyan erőt, hogy továbbra is tudtunk jól szerepelni. Most 80 éves. Hadd mondja meg, hogy bámulatosan néz ki. Milyen tervei vannak az elkövetkezendő 20 évre? Én nem szoktam a nagyon előre tervezni, ahogy a élet hozza, annak kell lehető jó oldalát kihasználni, és hát én tudom, hogy mit maga tudja, mit hoz a nem a 20 év, hanem a következő néhány év. Nem tudjuk, de kívánjuk a ma születésnapos Elek Ilonának, hozzanak ezek az évek további jó egészséget neki is, és a magyar vívósportnak is. Az időjárás holnap estig erősen felhős ég várható, záporok, zivatarok lesznek, de főleg inkább csak a Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20-25 fok között. Végezetül egy nagy halról, hiszen bizonyára ma este is sokan dicsekszenek azzal, hogy mekkora halat fogtak. A régmúlt időkben valószínűleg népszerű mesterség lehetett ezen a tájon a vizafogói, hiszen tudják, utca, sőt lakótelep is őrzi a nevét. És hogy mégis a kihaló szakmák közé kerülhetett, annak az az oka, hogy ember emlékezet óta nem láttak nagy vizát a Magyar Dunában. Talán azért, mert a víza állítólag csak a kimondottan tiszta vizeket kedveli. Lehet, hogy régebben tényleg kékebb volt a kék Duna. Nyugodtan higgyenek a szemüknek. Ekkora fogásokról ugyan a horgászok csak túlzó meséikben álmodoznak, tegnap délelőtt 10 órakor viszont abszolút kézzelfogható valóságként jelentkezett a Duna-Paksi szakaszán. A Paksi Vörös Csillag halászati TS brigádja hálóval fogta ezt a 290 cm hosszú vizát, amelynek súlya csaknem 160 kg. Ekkora fogásra, ahogy ők mondják, ember emlékezet óta nem volt példa, 1963-ban 134 kilós volt az eddigi rekord. Bár a halászok szeretik a halat, ezt a hatalmas példányt most mégis felajánlják az állatkertnek, hiszen a hal még életben van. Gyors választ várnak, mert ha nincs rá szükség, alapos lakoma lesz belőle. Hát ez a két eset lehetséges, már ami a vízasorsot illeti, minden esetre jól kifogták. Véget ért a vasárnapi minihíradó, és mivel Starsky és Hatch urak már alig várják, hogy önök elé léphessenek, én gyorsan el is búcsúzom, szórakozzanak jól.